A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit, május 21-én, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először ellátogatunk a Nemzetközi Kórus Találkozóra, majd a Viktórium Pódium programjára. Ezt követően két színházi előadás összefoglalója következik, ott voltunk a Vojcek és a Szent Janka élete darab bemutatóján. Végezetül egy író-olvasó találkozóval találkozhatunk Tari Istvánnal. Tartsanak velünk! Ötödik alkalommal rendezték meg városunkban a Nemzetközi Kórus Találkozót, a megmérettetésen a hazaiak mellett a felvidékről is érkezett kórus. Zengjen az élet, hogy olyan kincs! Szombaton a Herman László Zeneművészeti Szakközépiskola dísztermében rendezték meg a Szent István Városa Nemzetközi Kórus Találkozót. A megnyitón Lerner Zsolt alpolgármester és Deák Lajosné önkormányzati képviselő, a külhoni magyarokkal kapcsolatos feladatok tanácsnoka köszöntőjükben megerősítették, fontos, hogy a kodály elvek mentén rendezett találkozóval évről évre visszatér gyökereihez a kórus muzsika. Székesfehérvár kiemelkedően magas a fesztiváloknak a létszáma. Ez egy kórusfesztivál, egy nemzetközi kórusfesztivál. Határon túl a magyarság is képviselteti magát, hiszen az énekhangnál a legcsodálatosabb hang nincs is. Egy kicsit megmutatni a kórusok magukat, egy kicsit a palettára felírni, közösen énekelni, közösen örülni az értékeinknek. Én kiemelkedően is támogatom a kultúrát, főleg a kórusokat, hiszen olyan értéket képviselnek, ami egyedi, és Fehérvár büszke lehet rá, hogy egy olyan egyedi kórusaink vannak, amelyek bármelyik nemzetközi versenyen megállják a helyüket. Ez egy óriási nagy érték, most megnézhetjük, hogy mit is tudnak. Az immár ötödik kórus találkozó házigazdája a Vox Mirabilis Kamara kórus volt. Zemlényi Katica a kórus karnagya köszöntőjében hangsúlyozta, fontos, hogy a helyi kórusokon kívül Budakalászról, Siófokról és a felvidéki ipolyságból is érkeztek fellépők a kodály eszme képviseletében. A jubileumi évben 2013-ban rendeztük meg először a Szent István Városa Nemzetközi Kórus Találkozót, és azóta folyamatosan két évente rendezzük, a Covid maradt ki egyedül. Ez az ötödik most, és valóban kodály, hiszen Kodály ének Szent István királyhoz, ez Székesfehérvár polgármesterének a felkérésére készült, és ez az összkari művünk, és olyan gyönyörű, amikor itt éneklik ezt 150-en az énekesek, 7 kórus. Itt van a kótának a zsűrije, aki minősíteni fogja őket. Már most nagyon nagy öröm, hogy itt ezt a kórus találkozót megtarthatjuk. Nemzetközivé avanzsált ez az idei találkozó. Így van, hiszen a felvidékről is várunk egy kórust. Az ipolysági Muzika Aurea, akikkel már nagyon régi a kapcsolatunk, és nagyon örülünk, hogy el tudtak jönni erre a találkozóra. Ők is kértek minősítést is, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk. Az idei megmérettetés egyben minősülési lehetőséget is nyújtott, így a kórusok rangos szakmai zsűri előtt mutathatták be tudásukat. Elsősorban a műsoruk minősége, a hangzás minőség, a kotta hűség, a stilláris hűség, tehát hogy mennyire rugalmasak az adott műfajba, adott stílusba. És hát természetesen fontos egy ilyen eseményen, mert tulajdonképpen ezek koncertek, hogy egy karnagy hogy állít össze egy műsort, hogy a kórus legjobb oldalát mutassa meg. Úgyhogy ezekre fogunk figyelni. Most észszerűen egy Kodály szobor előtt állunk, Kodály országában, Kodály városában. Mennyire népszerű mostanság, manapság a kórus muzsika itthon? Hát azt gondolom, hogy pont ezek a minősítések, ezek a közös koncertek, ezek erősítik ezt a tradíciót, ami talán az utóbbi évtizedekben kicsit mélyebbre került, mindenki elfoglaltabb, sokkal nehezebb tulajdonképpen az embereket rábírni arra, hogy szabad idejükbe áldozzanak a muzsikára, viszont egyre nagyobb az igény a közösségek felé,
hiszen egy kicsit elszeparált életet élünk mostanában ebben a rohanó világban, és talán ez esélyt ad, hogy megint ezek az kórusok, ezek az együttesek, ezek a közösségek újra éledjenek, és hát nagyon szép példákat láttunk, például itt is, ugye, hogy mennyi jól működő és magas szintű énekkar van az országban. A koncerten a kórusmuzsika gyöngyszemei szólaltak meg, és kimondhatjuk, ezen a délutánon minden fellépő kórus győztesnek vallhatta magát. Folytatódott a Kett csináló Kultúrmix jótékonysági programsorozat. A Viktória Rehabilitációs Központban ezúttal is színes, változatos program várta a kultúra barátait. Remek hangulatú műsorral köszöntötte vendégeit a Viktória Pódium, Kett csináló Turmix kulturális programsorozat, amely a Viktória Rehabilitációs Központ alapítványának szervezésében indult, és a város sokszínű kulturális életét bemutató havonta jelentkező műsor, és amelynek jótékony célja az itt élők életkörülményeihez való hozzájárulás. Magának az intézmények, az épületnek a felújításába, menedzselésébe kezdtünk most. Éppen ma került föl ide ebbe a teremben egy klímaberendezés, amit télen a fűtésbe, nyáron hűtésbe fog tudni besegíteni. Következő lépcsőfok pedig az épületszárnynak a fűtésrendszerének a korszerűsítése, felújítása lesz. Miként lehet megnyerni a fellépő művészeket ennek a missziónak? Azt kell, hogy mondjam, hogy szinte mindenki első szóra jön. Tehát semmiféle agitáció, meggyőzés nem kell. Többen úgy jönnek, hogy már hallottak erről a rendezvényről. Többeknek új a dolog, de nagy nyitottsággal és szívélységgel állnak rendelkezésre. Ezen az estén Szarvas József moderálása mellett Kópiás Gabriella fuvola művész és Vasvári Tamás zongora művész Madár koncertjén megismerkedhettünk a madarak csodálatos és színes világával. Megelevenedett az a különleges millió, ami a természetben körülvesz bennünket, mindez fűszerezve az alkotó emberek egyedi indítatásával. A mai estén egy madárkoncertet mutatunk be, és amikor összeválogattam a darabokat, akkor gondolkodtam, hogy mit üzennek nekünk a madarak, miben mások ők. És tulajdonképpen az éneklés szeretet és a repülés szeretetét, repülés örömét emelném ki. Azt hiszem, hogy az éneklés, hogyha rendszeresen, egy héten egyszer összejönnénk, előkapnánk a tábortűz mellett a gitárt, az régi énekes könyveket is énekelnénk, akkor fel tudna fakadni valami öröm az életünkbe. A repülést pedig úgy magyaráztam meg magamnak, úgy fordítottam le, hogy a földhöz ragadt gondolatainkból talán egy kicsit több emelkedettséget nyerünk ezeken a verseken keresztül is, egyszerűen egy kicsit magasztosabb gondolatokra jutni. Az esten Perényi István megrendító erejű fotótárlata az 1956-os forradalom idején készült székesfehérvári események hiteles történetét tárta elénk, feketén-fehéren, borzongatóan valóságos visszatekintésében. Kevés maradt fönn. Tudtommal ketten fotóztuk végig az a történteket, és a kolléga olyan elővigyázatlan volt, hogy rögtön lenagyította a képeket, és egy fali újságra kitette a püspökség elé. Tehát azt mindenki tudta, névvel ellátva a fényképek, és ő ezért börtönbe került. Én csak előhívtam a filmemet, láttam, hogy jó, visszatettem a dobozába, és eldugtam, és ezeket sokkal később, már a fordulat éve körül tudtam lenagyítani. A bensőséges hangulatú találkozón ismét megerősítést nyert, hogy a mozgássérültek Viktória Rehabilitációs Alapítvány által megálmodott esemény közösségteremtő és jótékony célokat szolgál. A támogatásokat az estembe folyt teljes összeget az alapítvány a központ fenntartására fordítja. A Pelikán Kamaraszínházban Horváth Csaba rendezésében került színre Büchner Wojciech című drámája, amelynek zenéjét Tom Véci edzi. A darab címszerepét Krisztik Csaba alakításában láthatjuk. Elszorul a szívem a világ miatt, ha az örökké valóságra gondolok. Mindenki tesz-vesz, Wojciech, tesz-vesz.
Georg Büchner befejezetlen drámája valós eseményeken alapul. 1821-ben Lipcsében Johann Christian Wojcek több készszúrással megölte barátnőjét. A korabeli közvéleményt évekig lázban tartotta a latolgatás, beszámítható-e vajon Wojcek, mi vitte rá őt erre a gyilkosságra. Horváth Csaba rendezésében a darab fundamentuma, a pszichés és a fizikai jelenlét mellett a mozgás maga. Igyekeztem úgy komponálni, és igyekeztünk úgy megdolgozni ezt az anyagot, hogy tényleg valóságos és igazi legyen, és egy olyan emberi sors dráma legyen belőle, mintha egy görög drámát játszanánk. Ha kihasalok az ablakon ebéd eső után, és elnézem, hogy ugrálnak a fehér harisnyák az utcán, a mindenség itt Wojcek! Ez zenés színház, ez kétségtelen, de nem a hagyományos értelemben, tehát nem egy musical. Ugye eleve a zeneszerző Tom Waits, ezek az ő dalai, ezek az ő lelkéből fakadnak, ő egy egészen különleges figurája a popkultúrának, a 20. és a 21. századi popkultúrának. Nagy valószínűséggel ő se véletlenül nyúlt ehhez az anyaghoz, én azt gondolom a személyiségéhez nagyon közel áll. Nagyon költőiek a dalszövegei, nagyon karcosak, nagyon élesek, bizonyos értelemben nagyon sok kritikát fogalmaz meg a világról, és ez a fajta világlátás, ami ebben a darabban van, Tom Waits zenéjével és dalszövegeivel, én azt gondolom, hogy nagyon aktuális, és nagyon bízom benne, hogy megérinti az embereket, és felismerik azt a fajta valóságot, amit itt árnyalatok mentén, de megpróbálunk fogalmazni a színpadon. Itt van egy folyamatos fölfele törekvés, már csak ezért is van ez a fajta tárgyi használat. Kis Benedek Kristóf és Kalászi Zoltán jegyzik a díszletet egyébként. Egyrésztről, másrésztről pedig nem csak mint létre használjuk, hanem számtalan, azt gondolom, hogy asszociációs képet sikerült összerakni ezekkel a tárgyakkal, illetve ezzel a színpadképpel, amelyek megsegítik, illetve szolgálják azt a fajta mélységet, ami ebben a műben rejlik. Pokol fogja a föld, de nekem mint a jég. Mint a jég. Hideg a pokol. Fogadjunk lehetetlen! Büchner filmszerű képekben valós történetek alapján fogalmazta meg Wojcek tragédiáját. Költői vízióiban már-már expresszionista eszközökkel rajzolta meg a tébolyba és gyilkosságba kergetett szerencsétlen főhős alakját. Nagyon örülök, hogy egy ilyen expresszív előadásnak lehetek a része, és talán nem túlzás azt mondani, hogy a csúcsa. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ezt eljátszhatom, és igyekszem élni vele, amennyire lehet, és nagyon bízom benne, hogy az itteni befektetett munka, az találkozni fog majd nézői akarattal, és ebből a kettőből lesz valami gyümölcsöző kapcsolat. Szándék az egyértelműen ez volt. A fizikai színházi eszközöknek a különböző lehetőségei a színészként az mindenképpen egy sokkal mélyebbre nyúló eszköztárat tesz lehetővé, és ezt nagyon különleges megélni. És nagyon remélem, hogy ez majd a nézőknek is ez lesz, és nem csak belülről érezzük mindezt. Egyike a legérdekesebb eseteknek, és az Isten is úgy akarja, hogy a nyelve félig megbénuljon, halhatatlan kísérleteket fogunk végezni.
Az eszétvesztő hős és az őt övező szűkszavú, lecsupaszított karakterek mind a békétlenséget övező szorongás, az ösztönök megborulásának és a szerelem elkorcsosulásának egészét adják ki, melynek lakói többek között a szadista kapitány és eszközei a zuhanásnak. Nekem egy gyönyörű emlékem van egyébként erről a darabról, hiszen én is több mint 30 éve Vojcekket játszottam még Miskolcon. Úgyhogy, de ez egy teljesen más előadás, és fantasztikus volt a Csaba egész idő alatt, és mindenki, aki az egész darabban benne van, az irgalmatlan energiákat mozgat meg. Biztos, hogy aranyból van. Magunk fajtának egyebe sincs, mint egy kis odúja a világban, meg egy darab tükre. De a szál. Az van olyan piros, mint az úriasszonyoknak a tetőtől tapig érő tükreinket. Mérit a prostituálódó leányanyát, aki egyre mélyebbre kerül, az őt mozgató rendszerben Kis Diana Magdolna alakításában láthatjuk. Emlékszem, amikor egyetemen tanultuk ezt a darabot Kis Csabával, akkor minden lány élt-halt azért, hogy egyszer majd eljátszhassa már itt. És nekem ez a lehetőség most megadatott, hogy eljátszhassam már itt. Nagyon nehéz. Tényleg nem csak a mozgás miatt, meg a díszlet miatt, hanem mert annyira töredezett és annyira apró jelenetek mozaikjából van összeállítva ez az egész csodálatos történet, hogy színészileg nagyon nehéz magamból olyan dolgokat előhúzni, amitől igazivá és őszintévé tehetem ezt a karaktert. Én mi soha nem találtam kettőt egyszerre. Egy olyan utolsó vagyok én! Horváth Csaba rendezésében ezúttal is egy komoly, komor rendezői víziót tár elénk, amely az ösztönök megborulásának és a szerelem elkorcsosulásának egészét adják ki, míg végül a tragédia elkerülhetetlenné válik. Szent Janka életéről készült drámát mutattak be a Szent Imre Gimnázium és Általános Iskola fiataljai az intézményben. A darab írója és rendezője az iskola tehetséges fiatalja Borbé Bálint István volt. A Gyöngeség a túloldalon van címmel Szent Janka életéről szóló színdarabot mutattak be a Szent Imre Gimnázium általános iskola és óvoda színház termében. A bemutató előtt köszöntőt mondott Spány Antal megyés püspök, majd a Szent Kultuszát ápoló Varga házas pár mondta el tanúságtételét. A fiataloknak kellenek a példaképek. Nem elég egy tanítást elmondani, valami alapvető igazságot a fejükbe betölteni. Fontos az, hogy lássák, hogy az a tanítás, amit adunk, az az igazság, amit eléjük állítunk, az élhető. Az egy olyan példaképen keresztül követhető, aki hozzájuk hasonlóan megküzdött a maga életével, aki tudta az életét úgy élni, az útját úgy járni, hogy ebbe Isten törvényére hangolódjon, és az életét a fele barátok és a másik embereknek a szeretetére tudja szentelni. Fontos, hogy hősöket lássanak, ha úgy tetszik, szenteket lássanak a fiatalok, és Szent Janka ilyen volt, aki az élet szolgálatára adta magát, aki gyermeke életéért feláldozta tulajdonképpen a saját maga életét. Szívből remélem, hogy ez a kis játék, amelyet a fiatalok maguk írtak, maguk tanultak, maguk rendezték, maguk mutatják most be, nem csak láttak valami szépet, hanem egy életre szólóan egy követendő példával lesz gazdagabb a szívük. Gyermánk lehetett egy hosszú betegsége után már ilyen elégedett. Istenem, én ezt nem értem. Segíts! Olvasom a Bibliát, szeretet így, a szeretet úgy. De akkor miért? A darab írója és rendezője Borbé Bálint István a Szent Imre Gimnázium tehetséges fiatalja számára megerősítést jelent, hogy Molla Beretta Janka életét, akit Szent János Pál pápa 1994-ben boldoggá, majd 2004-ben szenté avatott, ilyen formában is megismertesse az emberekkel. Jött egy felkérés a Kisevics Hajnalka részéről, hogy ő szívesen látna egy Szent Janka életéről szóló színdarabot, és először ez a gondolat engem nem fogott meg annyira, de aztán később, amikor belevetettem az életébe magamat, akkor már egyre jobban kibontakozóban volt ez a színdarab, hogy már láttuk a végpontokat, hogy ebből egy nagyon jó hatású és megható darabot lehet összerakni a csapattal. Nincs kétségem felőle, hogy így lesz, ugyanakkor nagyon-nagyon fontos ez az életút. Miként lehet ezt ábrázolni, hiszen azért valljuk meg, hogy a fiatalok számára is rendkívüli kihívás ez.
igazából ezzel a darabbal meg lehet mutatni a jelenlévőknek, hogy milyen fontos az anyaság szerepe az életben, és mennyire fontos, hogy az anyuka az életét feláldozza a gyermekeiért, és hogy ezt a fiatalok meglássák ebbe a darabba, hogy a hétköznapokba bele tudjanak vinni egy kicsi pluszt, hogy ezzel a darabbal el tudják vinni azt magukkal, hogy Szent Janka nem csak egy átlagos szent volt, Szent Janka fölajánlotta életét a gyermekéért, fölajánlotta az egész életét Istennek, és ezt ha meglátják, és ezt ha át tudjuk adni ezzel a darabbal, akkor egy nagy lépést teszünk afelé, hogy a gyermekek, a fiatalok közelebb érezzék magukhoz a szenteket. A színházi játék koreográfusa Magasi Kincső Sára a Ciszterci Szent István Gimnázium diákja volt, aki kivételes beleérzéssel tette 21. századi valósággá a szenti avatott orvos történetét. Én csináltam a Szent Jankának és Pietrónak a megismerkedését, igazából az lett meg az a zenérei meg csinálva, hogy táncoljanak, és így kerülnek be így a gyerekek is majd a képbe. És hát igen, igazából én a Bálinnak így a egyik kortársa vagyok, és engem ő hívott meg így ebbe a darabba. Hogy lehet ezt úgy megvalósítani, hogy igazi 21. századi modern legyen, ugyanakkor azt a mélységet is tükrözze, amit Szent Janka élete megkíván? Hát nehéz feladat volt ezt így az egészet így megcsinálni. Igazából nem is tudom, hogy erre mi így a ilyen jó, tehát igazából szerintem kell egy ilyen Isten kapcsolat is, mert Isten segített így az egészet így ezt így összehozni. Kellett az, hogy így a közösség, a társaság egy ilyen összeszokott csapat legyen, és tudjunk együtt dolgozni, és ez szerintem így mindenkiben megvolt, és ez így segített, hogy így sikerüljön. Köszönöm Isten, hogy ilyen családot adtál nekünk. Köszönöm nővéremet és mind az összes 12 testvéremet. Köszönöm, hogy olyan nővért adtál, aki felkavart és segít. És velem van minden pillanatban, amikor kell. A darab mottója nem is lehet más, mint Szent Janka egy avatott gondolata. Mindannyian a világon valamilyen módon az emberek szolgálatában munkálkodunk. Az orvosok közvetlenül az emberekért dolgoznak. A mi küldetésünknek akkor sem szakad vége, ha az orvostudomány, a gyógyszerek már nem segítenek. Létezik a lélek, akit Istenhez kell vinni. A Vörösmarty Társaság Kossuth utcai termében mutatták be Tari István új kötetét, a délvidéki költő csataképversek címmel tárta az olvasók elé gondolatait. Folytatódott a Vörösmarty Társaság kötet bemutató sorozata. Bobori Zoltán vendégeként Tari István csataképversek című kötetét ismerhették meg az olvasók. A könyv a kettősség jegyében született. A délvidéki alkotó ezúttal képzőművész talentumát ötvözte a versekkel. Olyan időben kezdtük szervezni a határon túli magyar írókkal a kapcsolatunkat, amikor most már pláne mondhatom, hogy úgy érezhetjük, hogy kicsit árnyékban vannak, keveset foglalkoztunk a határon túli, különösen a kortárs határon túli magyar irodalommal, és hát emlékezetes, gondolom, hogy te is emlékszel arra, hogy nagyon nagy visszhangja volt, és rendkívül örömmel fogadták a mi meghívásunkat. Tari Pista, aki éppen a vendégünk, ő többször említette nagy országos nyilvánosság előtt, hogy milyen sokat jelentett nekik ez a találkozó, ami hála Istennek azóta is él, remélem, hogy élni fog, nem minden rajtunk múlik, de örömmel fogadta a meghívásunkat, én meg örömmel fogadom azt, hogy eljött közénk ismét. Nagyon fontos kérdés, hogy ugye már említettem, hogy 45 esztende, 4,5 évtizede jelent meg az első kötete, és most ebben az új kötetben viszont a képzőművész találkozik a költővel. Igen, ez egy nagyon érdekes az ő életművében, ez az összehangolódás, de hát tudjuk, nagyon jól ismerjük az ő pályafutását, tudjuk nagyon jól, hogy ugyanolyan meggyőződéssel és hittel foglalkozik a grafikával és ezekkel a különleges grafikai megoldásokkal, mint a költészettel. A csataképp versek megerősítést jelent az olvasó számára is, hogy meg annyi versélmény után Tari István gondolatainak egy egészen különleges tárházát mutatja meg, ahol a grafika kézen fogva jár a költői gondolatokkal. Nagyon érdekes, izgalmas, hát a délvidéken rengeteg kiszámíthatatlan dolog történt
az ott élőkkel, és tulajdonképpen velem is. Végül is az a háború, ami a 90-es évek elején ugye ott kirobbant, hát az valahol a 70-es, 80-as években alapozódott meg igazán, tehát tulajdonképpen mindegyik háborút szellemileg is megalapoznak, és hát végül is a délvidéki magyarság hihetetlen változatos életet élt ott azon a vidéken. Hát mára már sajnos nagyon, de nagyon megfogyatkoztunk, és ez a megfogyatkozás, ez nem a véletleneknek a története, tehát nagyon komoly dolgok történtek ott, amelyek ahhoz vezettek, hogy előregettünk, és a lélekszámunk az az egyötödére megcsappant. De hát tulajdonképpen mi is, ha jobban belegondolok, abban a bajban vagyunk, amelyben a Kárpát-medence magyarsága, ez pedig az előregedettség. És ott, ahol ennyire öreg emberek élnek, mint a mi vidékünkön, illetve Magyarországon is hihetetlen sok gondot okoz az előregedés. Ez azt jelenti, hogy el sem tudjuk képzelni azt, hogy mit jelent egy fölfiatalodott nemzet tagjaként létezni. Mondjuk én az albánokra gondolok, ahol az átlag életkor 23 év, hát ott egész más élet van, mint amit mi élünk. Ugyanakkor otthonról hazajöttél ismét, és ez nagyon-nagyon jó, és ráadásul egy olyan kötettel jelentkezel a Csataképek versekkel, ami a képzőművész és a költő kézen fogva jár. Hát igyekeztem összeszedni azokat a dokumentumokat, amelyek az életemnek a vizuális részét is megpróbálják valamilyen módon ábrázolni. Én nagyon intenzíven foglalkoztam képzőművészettel, és 16 éves koromban önálló tárlatom volt. Tehát az az igazság, hogy nagyon érdekelt a világnak a vizuális része is. Hát sajnos az a film, csináltam néhány filmet, de abból például az egyik állítólag az megsemmisült a NATO bombázás idején, mert az újvidéki televíziónak a raktárában volt, és az újvidéki televíziót bombatalálat érte ugye ott a szerénységben, és hát ez volt az az egyetlen dokumentumfilm, amelyet gyönyörű anyagra, Kodak filmre készítettünk. Ugye tönkrement egy filmvállalat, és maradt 15-20-5 perces Kodak kazett, a világ legjobb színes filmjére elkészíthettük a 80-as évek elején, hogy a Deliblát homokpusztának az egyik nagyon érdekes arcáról az egyik dokumentumfilmünket, és hát ez a film semmisült meg. És nagyon kevés dokumentumfilm készült igazi filmre. Jó hír az irodalom barátoknak, hogy rövidesen kézbe vehetik Tari István új kötetét is, amely bemutatja a délvidéki irodalom ikonjának pályafutását, s teszi ezt a teljesség igényeivel. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.